2050-re szeretné elérni az Európai Unió, hogy egyetlen halálos áldozatot se követeljen a közúti közlekedés. Ennek egyik alapfeltétele, hogy olyan mérnöki és szakmai megoldásokat alkalmazzanak a kisebb forgalmat bonyolító úthálózatokon is, mint amilyeneket például az autópályáknál, ahol a forgalom arányához képest már jóval kevesebben vesztik életüket, mint például egy kétsávos főúton. Az elmúlt időszakban ezzel a témával foglalkozott Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, mint jelentéstevő a Régiók Európai Bizottságában, amely február elején ülésezett Brüsszelben, és ahol el is fogadták a magyar delegáció vezetőjének munkáját, amit majd beépítenek az Európai Parlament elé kerülő anyagba. Egyfajta párbeszéd alakul ki, és ez nem is baj, hiszen az a fajta szubszidialitási rendszer, az alulról fölfelé építkezés, hogy mit kívánnak a régiók, mit szeretnének az önkormányzatok, ez egészen a nemzeti szinten keresztül feljut az Európai Parlamentbe, ahol a legvégső anyagba bekerül. A magyar delegáció számos önkormányzatokat érintő témával foglalkozik, ilyen például a határvédelem vagy egyéb kulturális ügyek. Az ülésen meghallgatták például Navracsics Tibort, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosát, aki itt elmondta, hogy a következő uniós költségvetési időszakban kétszeresére akarják növelni az Erasmus programra fordítható összeget, amivel háromszorozhatják a külföldön tapasztalatot szerző diákok számát. Olyan fiatalokhoz is elérhetünk az Erasmus programmal, akik, és ez Közép-Európában, vagy Dél-Kelet-Európában különösen fontos, eddig anyagi okokból nem engedhették meg maguknak, hogy az Erasmus programban részt vegyenek és külföldre utazzanak, vagyis tudjuk növelni az egyfőre első támogatást, és ez a családok számára is egy óriási segítség lehet, hiszen eddig azért Erasmusban részt venni Magyarországon az nem egy egyéni, hanem inkább egy családi erőfeszítés volt. Navracsics Tibor szerint a költségvetés elfogadása valószínűleg az Európai Uniós választásig már nem történik meg, de jó esély van rá, hogy még idén elfogadják. A Régiók Európai Bizottsága ezen az ülésen egy állásfoglalást is elfogadott a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemről, megemlékezve ezzel a januárban meggyilkolt Pavel Adamovics gdanszki polgármesterről, aki szintén a Régiók Európai Bizottságának tagja volt.